soft touch? Have I got a soft touch? Is my radar that off? Is my radar that off? Nagyon örülök, hogy immár második alkalommal köszönhetem itt lentiben a közös gyermeknap résztvevőit. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Polgármester úr idén is megnyitotta a tankerületi gyermeknapot nagyon sok résztvevő előtt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen pedagógus vagyok, és mindig örülök, amikor sok gyerek és sok pedagógus van együtt, és főleg akkor, amikor kötetlen mozgásra van alkalom, lehetőség, és testnevelő tanárként ezt maximálisan támogatom. A mai gyermeknap az annyiban különbözik az egy évvel ezelőttitől, hogy idén az öngyógyító lenti kistérség is bekapcsolódott a programoknak a szervezésébe, és ez nagyon örvendetes. A lenti kistérségben mintegy 22-23 ezer lakos él, és természetesen, és ez elég gond, hogy természetes, nagyon sokan vannak, akik különféle betegséggel, egészségügyi problémával küzdködnek, és sajnos lentit sem kerülik el azok a betegségek, amelyek Magyarország egész népességére jellemzők, és általában a mozgásszegény életmódból, a helytelen életvitelből erednek. Azt hiszem, hogy már kiskorban, gyermekkorban, iskoláskorban kell kezdeni azt a nevelő munkát, amely nem csak az oktatásban, az erkölcsi nevelésben, hanem az egészséges életmódra nevelésben is kifejezésre jut. A gyerekek itt az alsó-felső tagozatosok különféle sportágakban vehetnek részt, vetélkedőkben vehetnek részt. Nem csak a sport megszeretetése, a mozgás megszeretetése a cél, hanem az, hogy az emberek találkozhassanak, kapcsolatot építhessenek egymással, hiszen ezek a gyerekek a tankerület különféle iskoláiból vannak itt, mintegy 1500-an. Csesztregről, Rédicsről, Lovásziból, Pákáról és Lentiből is három intézményből, és egyébben egyszer legalább találkozhatnak, és elszabadulhatnak a képernyő elől, elszabadulhatnak a számítógép elől, hiszen ezek a kapcsolatok, ezek a barátságok, amik itt köttetnek, ezek másak, mint amit az IVIV-en vagy a Facebookon, egyáltalán az interneten kötni lehet, és azt hiszem, hogy ez is alapvető fontosságú. Mai nap és a holnapi nap is a sporté lesz, és reméljük, hogy ez a megmozdulás is egy demonstráció és lehetőség arra, hogy jobban éljünk és egészségesebben éljünk. Hogyan készült a tankerület az idei programra? Mai napon ünnepeljük, tartjuk a második tankerületi gyereknapot, ahol csaknem 1300 gyereket látunk vendégül. Fogadunk a lenti Vörösmarty Mihály általános iskolában, és 200 nevelő felügyel vigyáz ma rájuk. Ezen kívül az iskolában dolgozó technikai személyzet és egyéb segítőink is vannak. Szülők is, akik például az arcfestésnél, vagy a különböző tetoválásoknál, tetkó felkészítésénél vannak, segítkeznek. A rendezvények, a sporttevékenység és egyéb tevékenységek szervezését hetekkel ezelőtt kezdtük. Ebben kollégáim, igazgató kollégáim, pedagógus kollégáim nagy segítségemre voltak. Ezen kívül segítséget kaptunk a civil szervezetektől, a szakigazgatási szervektől, és nagyon nagy segítséget kaptunk az iskolákhoz kapcsolódó önkormányzatoktól is, akik a mai napon bevállalták a gyereknap támogatását. Hol zajlanak a programok?
A programok nagy része itt az iskolában, a Vörösmarty Általános Iskolában zajlik, de a mellettünk levő Egerszeg téren is vannak programok, ott próbálhatják ki a gyerekek a tűzoltóautót, a rendőrautót, a mentőautót, a lovaglásra, a Móricz Általános Iskolában van lehetőség ugyanúgy az íjászatra. Vannak belső programjaink is, a nagy tornateremben sorversenyek várják az alsósokat, és kézműves programok, egyéb programok, például a védőnői szolgálat egészségügyi bemutatót tart a gyerekeknek. Hogy érzed magad a mai napon? Jó, nagyon jó itt. Jobb, mint ezelőtt évben. Melyik program tetszik a legjobban? Az összes nagyon. Mit próbáltál ki eddig? Biciklizés, íjászkodás, szabadulás a labdától és ez a csúszdizás itt. Tavaly is itt voltál a gyermeknapon? Igen, itt voltam. És hogy tetszik az idei? Hát jobb lett, mint az ezelőtti, mert itt nem volt ilyen óriás csúszli, meg íjászat. És már kung fu bemutatósa volt. Tetszenek a programok? Igen. Jól érzed magad itt? Igen, nagyon jól érzem. Örültetek a mai programnak? Hogy érzitek magatokat? Mi tetszik a legjobban? Hát a lovaglás tetszett, nem tudom mikor sorverseny is lesz. Tetszett. Hát a lovaglás, meg majd délután lesz a sorverseny is. Hát nekem a lovaglás, meg ugye a sorversenyre megyünk, meg a barátnőmmel voltunk kézművesen, meg csináltattunk ilyen teckót. Jól érzitek magatokat? Igen. 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 Hogy érzitek magatokat a mai gyermeknapon? Jól. Nagyon jól. Nagyon jó. És mi tetszik a legjobban? Ilyen kis foglalkozások. Ezek közül melyik a legjobb szerinted? A csülámtetkózás. Szerintem meg az az óriás csúszli, nekem az nagyon tetszett. Milyen különlegességeket tartogat a mai nap?
A mai nap az iskola gyümölcs program keretében valamennyi gyereknek az iskola gyümölcsöt adó csesztregi vállalkozó almát biztosít a pedagógusoknak is. Az ebédet az önkormányzatok támogatják, ahogy mondtam, és délután 2 gombóc fagyit kap valamennyi gyerek és pedagógus is a mai napon.